Szeretettel köszöntöm Önöket a Galgamenti Népművészeti Fesztiválon, ezen a csodálatos helyszínen, a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület nevében. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam a szervezőket. Az idén februárban bejegyzésre került egyesület székhelyéül a Turai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézményét választotta, feladatául pedig a galgamenti és helyi néphagyományok értékeinek megismertetését, megőrzését és ápolását. Az egyesület névadója Sára Ferenc egykori énekzenetanár, népművelő, népdalkol vezető álma volt egy komplex népművészeti esemény megvalósítása, amely évente egyesíti a Galgamente népművészeinek munkásságát, legyen szó kézművesekről, zenészekről vagy táncosokról. A mai napon reményeink szerint megvalósítjuk ezt az álmot névadónk előtt tisztelegve. Egykor Galgamácsa évekig házigazdája volt a Galgamenti népművészeti találkozónak, amelynek időnként Turán is zajlottak kísérő rendezvényei. Sok-sok év szünet után a Galgamente fővárosaként apostrofált településünk felvállalta a máig létjogosultsággal bíró esemény újjáélesztését. És most engedjék meg, hogy felkérjem Szendrei Ferencet, Turaváros polgármesterét, nyissa meg a rendezvénysorozatot. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, tényleg a mai csodálatos napon. Örülök, hogy ilyen sokan elfogadták az egyesület meghívását. Ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy tényleg mit is jelent egy ilyen rendezvény. Ez számomra az elmúlt 8 évben egy picit egy olyan rendezvény is, ami hiánypótló rendezvény. Sokat gondolkodtam én, hogy milyen hasonlót lehetne csinálni. De most van egy olyan civil egyesület, egy olyan civil kezdeményezés, aki nem csak Turai, hanem a Galgamentéről is rendelkezik tagokkal, tehát nem csak Turáról vannak tagjai. Így a mai napon nem csak a turai hagyományokkal, hanem a Galgamente hagyományaival is meg tudunk ismerkedni. Sokszor elgondolkodunk rajta, hogy mit is jelent ez számunkra. Alapvetően három dolgot biztos, hogy jelent. Először is egy ilyen kis közepes településnek, mint Tura, jelent egy olyan hagyományőrző rendezvényt, ahol tényleg megismerkedhetnek a fiatalok, megismerkedhet a középkorosztály, az én generációm, talán még a tőlem egy picit idősebbek is, a régmúlt népi hagyományaival, azokkal a fellépőkkel, akik még a mai napig tudják ezeket a népi motívumokat számunkra bemutatni. Nagyon fontos, hogy ezt a világnak megmutassuk, hogy mi itt vagyunk és élünk. Aztán a második aspektusa itt a tágabb Galgamentén, hogy tényleg van egy olyan település, meg van egy Galgamente, van egy tágabb közösség, aki igenis ápolja a népi hagyományokat, és próbálja az utókor számára átmenekíteni. A harmadik aspektusa, ahonnét szeretném megközelíteni, az, hogy nemzetről beszélünk. Itt volt Trianon, ugye június 4-én ünnepeltük, búsultunk rajta. Itt van a szétszaggatott nemzet, a Kárpát-medencében és szerte a világon. Itt van egy rendszerváltás óta feltörekvő vidék, aki élni szeretne, és ennek a vidéki életnek és a nemzeti összetartozásnak jelentős mérföldköve és kohéziós ereje a népművészet, a hagyományőrzés. Jelesül az ilyen napok, mint ahol ma is vagyunk. Nagyon-nagyon fontos megemlítenem azt, hogy a vidéki élet, a vidék élni akar, a vidékfejlesztés nagyon sok összetevőből álló fogalom halmaz. A vidéki élethez nagyon sok minden hozzá tartozik, hozzá kéne, hogy tartozzon. Akár a mezőgazdaságon keresztül, akár a turizmuson keresztül is, az önfenntartó vidéken keresztül megközelítve, az élhető vidéken keresztül.
És ennek természetesen egy nagyon fontos mozzanata a mai nap, ez a rendezvény. Nagyon szépen köszönöm, akik ezt létrehozták. Kívánom nekik, hogy sokáig tudják csinálni. Ez az első galgamenti hagyományőrző fesztivál. Remélem jövőre követi a második, és így tovább. Remélem és kívánom nekik, hogy egy picit tudjon bővülni a rendezvény. Én azt tudom ígérni, hogy ameddig tehetem, mindent meg fognak kapni, minden segítséget meg fognak kapni ehhez. Külön személyesen szeretném megköszönni Szokolik Szabolcsnak, aki ugyan nem turai, hanem bagi, de ezt a kis egyesületet a magáinak érzi, a Galgamente hagyományőrzését a magáinak érzi. Neki is köszönöm, és az egyesület minden tagjának köszönöm ezt a szép mai napot. Önöknek pedig azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, és tényleg késő estig próbáljunk mulatni, és tényleg megismerkedni a Galgamente népművészetével. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szerintem már mindenki türelmetlenül várja a hamarosan kezdődő műsorszámokat, a közönség és az elsőként színpadra lépők egyaránt. Ugyanis a legkisebbek bemutatkozásával indul a fesztivál. A mai délelőttön a turai, boldogi, galgahévízi, bagi és isaszegi gyermekcsoportok mutatják be nekünk tudásuk legjavát. Településünkön az iskolás korosztály néptáncoktatása, a Jászberényi Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataként működik. A csoport 7-18 éves korú gyerekekből áll. A gyerekek tanárai Dudásné Mosóci Lívia és Dudás Dániel. Elsőként ők lépnek színpadra moldvai táncokkal. Fogadják őket szeretettel.
Ők voltak tehát a viganósok, és engedjék meg, hogy minden fellépőnek a fellépésük után egy oklevéllel megköszönjük azt, hogy részt vettek ezen a mai napon, megtisztelték jelenlétükkel a fesztivál. És ha minden igaz, ez már meg is történt. Szolgálati közlemény következik. Most tudtam meg, hogy 11:30-tól indul a kastélylátogatás idegenvezetéssel. Óránként lesz erre lehetőség a mai nap folyamán. Tehát aki megváltotta a belépőjét, az egyben jogosultá vált arra, hogy megnézze a kastélyt. Érdemes szétnézni odabent is. Idegenvezetés lesz, és oldalt, nem itt a főbejáraton, hanem az oldalsó bejáratnál lehet gyülekezni. Tehát az első idegenvezetés az 11:30-kor lesz, és utána óránként indulnak csoportok. A Turai Ovis Népi Gyermekjáték és Néptánc csoport tavaly ősszel kezdte meg tevékenységét Mészáros Petra vezetésével. Az idejáró gyerekek már kiskorban megszerezhetik a néptánc, mint kortalan műfaj iránti elkötelezettséget. Hetente egy órában jó hangulatú próbákon tanulják meg, hogyan lehet folklórkincseinket színpadon is bemutatni. Egyelőre még többségében a kör- és láncjátékok, illetve körtáncok mentén zajlanak a szárnypróbálgatások. Külön érdekesség, hogy a csoport tagjai között számos középsős és egy-egy kis csoportos is előfordul. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő szabadjátékot a színpad követelményei szerint kötött formákba rendezni komoly kihívást jelentő feladat. Az eredményt még olykor-olykor esetleges báj jellemzi. A felkészülésben Dolányi Anna és Seres Tünde is segített. Pünkösdölőt mutatnak most be, fogadják őket szeretettel. Yeah.
Megkérem a csoportvezetőt, hogy vegye át az oklevelet is. Köszönjük szépen! A Boldogi Kanáris Néptánc Együttes legkisebbjei, azaz a Gyöngyszemek csoport 2012-ben alakult. Táncosaik első, második, harmadik osztályos gyerekek, akik nagy szeretettel és rengeteg lelkesedéssel merülnek el a magyar néptánc népdalok és néphagyományok mesés világában. A csoport közel 30 fővel működik. Eddigi fellépéseiknek a faluban rendezett fesztiválok adtak helyet. A mostani fesztiválon Mezőföld ugrós táncának figuráit mutatják be, az Elvesztettem zsebkendőmet című koreográfián keresztül. A csoport művészeti vezetője és a koreográfiát készítette Sárkány Ramona és Légár Dániel. Következnek tehát a Boldog Gyöngyszemei mezőföldi táncokkal. Bye.
Ők voltak tehát a boldogi gyöngyszemek, és valaki megkapja az oklevelet is. A kisbetyár egy a kisebb táncosokat kapcsolja egy csoportba Galga Hévízen. Vannak, akik már negyedik éve táncolnak, és vannak, akik ebben az évben kezdték a néptáncot. A csoport munkájának célja a közös öröm felfedezése játékokban és táncban. A jelenlegi csapat egy éve működik együtt, most egy pünkösdi játékot hoztak magukkal. A csoport munkájában segítőként Köles Éva vesz részt. A csoport vezetője és a koreográfiát Hévízi gyűjtés alapján készítette Balla Tímea. Fogadják őket is nagy szeretettel. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra,
Köszönjük szépen! Újabb szolgálati közlemény, elfelejtettem, hogy aki ebéd után édességre vágyik, az Gabika kürtős kalácsosát megkóstolhatja biztosan nagyon finom, ezt is javaslom önöknek. És még azt is elmondanám, a kicsiket biztos nagyon izgatja, van nálunk állatbemutató is itt a gesztenyésben, úgy tudom, hogy van rackajuk, mangalica és birka is, érdemes mindezeket megtekinteni. És déltől a Falu Múzeumot is meg lehet nézni, ez is benne foglaltatik a jegyárban. A Falu Múzeum azonban egy kicsit távolabb van. Az információs pultnál a kolléganők segítenek majd abban, hogy hogy lehet oda eljutni, illetve kocsikázással is ki lehet menni oda. A kastély előtt kocsik várják önöket, fel lehet iratkozni. Ez valami térítésbe kerül, de meg kell beszélni, hogy hogyan működik. Tehát érdemes a Falu Múzeumunkat is megnézni, hogyha valaki már eljött ide turára erre a csodálatos helyszínre. Az isaszegi csata táncegyüttes 1968-ban alakult. Jelenleg közel 150 tagja van. 5 korcsoportban folyik az oktatás. Tagjai között óvodáskortól az idősebb korosztályig találhatók táncosok. A helyi hagyományok mellett Magyarország számos területéről találhatók táncok, szokások műsoraikban. A Nagy Kamas csoport vezetői Hajdóné Bilász Ildikó és Hajdú Zsolt, művészeti vezető Bánszkiné Varga Judit Kővágó Zsolt koreográfiáját, mezőföldi táncokat láthatunk most tőlük. Thank you.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel. A színpadon már felsorakozott mögöttem majdnem 20 muzsikus, ifjú muzsikus. A csapat fele az Turai, a csapat másik fele az Jászfényszarúj, sőt van köztük Boldog is, úgyhogy igazi galgamenti ifjú zenész válogatottról van szó, mondhatni, hogy utánpótlás válogatottról. És hát egy kis hangszer bemutatóval fogjuk összekötni a zeneszámokat, mert 3 számot fognak nekünk játszani. Már is megkérném akkor, hogy lassan kezdjenek el felhangolódni, mert hogy az első összeállítás az nem más lesz, mint egy dunántúli ugrós, és a végén pedig friss csárdást fognak játszani nekünk Bogyiszló környékéről, úgyhogy megkérném a közönséget, hogy kitörő tapssal fogadja az ifjú zenész válogatottat.
köszönjük szépen a tapsot, és akkor folytatjuk már is tovább a műsort, de előtte akkor egy kicsit nézzük meg a hangszereket, hogy ismerje mindenki azokat a hangszereket, amik a színpadon vannak. Főleg a fiatalságot szeretném kérdezni. Például azt a piros pólós úriembert szeretném kérdezni, hogy tudja-e, hogy ezt a hangszert hogy hívják? Így van, nagy bőgő, nagyon ügyes. Ez a nagy bőgő. Itt mellette látható egy nagyon érdekes hangszer, ami majdnem olyan, mint a hegedű, de nem az. Ki tudja ennek a nevét? Tessék! Ez bizony a brácsa. Köszönjük, Sári, ez a brácsa. Aztán van itt kettő asztalszerű hangszer, ami egy igazi kuriózum, egy igazi hungarikum. Szerintem ennek többen is tudjuk a nevét. Megkérném ezt a napszemüveges, kékpólós úriembert, hogy mondja meg ennek a hangszernek a nevét, ami mögöttem van. Na? Segítsek? C-vel kezdődik. Akkor esetleg a hölgy, ha tudja a nevét a hangszernek. Így van, ez a cimbalom, nagyon ügyes. És akkor van itt mögöttem legalább 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muzsikus, akik milyen hangszeren játszanak. Kérdezném itt a hunorka, milyen hangszer ez? Bizony, ez a hegedű. A következő összeállításban Erdélybe fognak minket kalauzolni. Itt egy kicsit hangsúlyosabb a cimbalom, Erdélyben dallamot játszik a hangszer, székelyföldi dallamokat hallhatunk a galgamenti válogatott ifi zenekartól.
Köszönjük szépen a tapsot, székelyföldi dallamokat hallhattunk az IFI válogatott zenekartól, és akkor már is cserélődnek a cimbalmosok, mert hogy azt elmondanám, hogy a Galgamente az egyik, Magyarország egyik olyan kiemelkedő régiója egy népzenében, hogy ezen a környéken van mondhatni úgy az egyfőre eső legtöbb népzenész, hogyha a fiatalságot is belevesszük, és hát valamikor a Cimbaliben tagjai, a Zagyva Banda tagjai, stb. Zenekarok tagjai, Fix Team, a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának tagjai is innen a Galgamentéről kerültek ki, sőt, most a Garaboly zenekar is, akik a tánckíséretet adják, ők is a Galgamentéről jöttek nagyrészt, Püspök 60 környékéről, tehát Galgamente az a régió, ahol mondhatni az országban a legtöbb népzenész van, és hát ezt bizonyítjuk itt a színpadon is így az utánpótlással. Most nem számoltam össze hirtelen, hogy mennyi, de szerintem majd, hogy nem 20 gyerek áll egyszerre a színpadon, és játszik. A cimbalmosok most kicserélődtek, az utolsó zenekari számuk következik, ami nem más lesz, mint Szatmári Muzsika. Először Verbunkot fogunk hallani, a Verbunk a toborzó tánc, aztán pedig következik a csárdás, és a végén pedig friss csárdás. A végén lehet együtt énekelni a zenekarral, mert olyan dal lesz benne, amit mindenki ismer. Nem vagyok én senkinek sem adósa, még az énekkönyvekben is benne van. Úgyhogy utoljára mindenki énekeljen a zenekarral együtt, és próbáljatok egy jó hangulatot csinálni. Köszönjük szépen a zenekar nevében a figyelmet, szatmári dallamok következnek. Thank you.
Számos érdekes program zajlik párhuzamosan a színpadi programokkal. Pünkösdi királyt és királynét választunk, nagyon izgalmas feladatok segítségével. Itt, hogyha hátra fordulnak, akkor láthatják is, hogy a gyerekek egy része játszik. Van főzőversenyünk, valahol a gesztenyésben még én sem jártam arra. Kézműves foglalkozások vannak, hagyományos mesemondás is kezdődik hamarosan. Lesz galgamenti bajusz és konyhmustra, vásári komédiások, és ahogy már mondtam, lovaskocsikázási lehetőség is van a Falu Múzeumhoz, és természetesen a karszalaggal a kastély is megtekinthető, és a Falu Múzeumba is el lehet menni, a kollégák pedig tárlatvezetést is tartanak. A mesemondásról még annyit, hogy úgy tudom, délben kezdődik. Pintér Zsolt kezdi a Pórul járt állatok című láncmesével. Ez kifejezetten kicsi gyerekeknek szól majd, és utána óránként újabb mesék lesznek, újabb előadókkal. Molnár Zsuzsa a Bolond falu című falucsúfolót fogja elmondani, Obrony Beáta a Szerencsés farkas című állatmesét, Rosta Józsefné Judit a Kisgömböc meséjét, Antal Aliz Világszép Nátszálkisasszony tündérmesét, és Berci Edit Táltos király lányát, ami szintén tündérmese. Én gondolom, hogy csatlakozni is lehet, ha valamelyik gyerek tud egy jó kis mesét, biztos ő is elmondhatja majd utána, vagy lehet, hogy lesznek olyan önkéntesek, akik folytatják majd ezt a sort. Tehát folytatódnak itt a színpadi programok is. Bangó Enikő, Benke Andrea és Lajtos Adél a Turai Hevesi György általános iskola tanulói. Mindössze egy éve énekelnek együtt, de már szép sikereket értek el. Aranyminősítést szereztek a Tatabányai Észak- és Közép-Dunántúli Népzenei Kimit Tudon népdal kategóriában. Legutóbb pedig a Dunán innen Tiszán túl című Kárpát-medencei népzenei versenyen középiskolások és főiskolások között szerezték meg az első helyezést. Galgamenti népdalokat fognak énekelni felkészítőjük, Kis Anita, fogadják szeretettel a Turai Tercet csoportját.
A Boldogról érkező Kaláris Néptánc Együttes, Gyöngysor csoport ifjú legénykéi és fiatal lánykái lépnek most színpadra. A csoport 2011-ben alakult, tagjai az általános iskola felső tagozatos diákjai. Állandó rendszerességgel szerepelnek a faluban nyaranta megrendezésre kerülő Paprika Fesztiválon és a karácsonyi Csillagszóró Gála műsoron. A csapat a tavalyi évben meghívást kapott Tápió Szecső Szüreti Fesztiváljára is, ahol nagy sikerrel szerepeltek. A mostani fesztiválra Dunántúl egyik tájegységéről, Mezőföldről hoztak táncokat. A csoport művészeti vezetője és a koreográfiát készítette Sárkány Ramona és Légár Dániel. Thank you.
Bagi-Muharai Együttes 64 éve alakult. Az együttes megközelítőleg 160 tagot számlál. 4 csoportban dolgoznak próbáról próbára táncosaikkal, egy ovis és egy alsó tagozatos diákokból álló csoporttal, egy felső tagozatos, egy ifjúsági és felnőtt, valamint egy hagyományőrző csoporttal. A csoportok számos hazai és külföldi néptáncfórumon vendégszerepeltek már. Az együttes sikerpalettáján megtalálható nemzetközi és belföldi tekintetben több fesztivál és nívódíj, első helyezés, kiváló minősítés, állami kitüntetés, valamint megannyi táncosuk országos versenyt nyert szóló táncosi díjjal büszkélkedhetnek. Most következő műsorokban az általános iskola felső tagozatos diákjaiból alakult csoportjuktól láthatnak bagi táncokat. Kellemes szórakozást kívánunk! Thank you.
Műsorunk zárásaként ismét az Isaszegi Csata Táncegyüttes nagy kamasz csoportja lép a színpadra. A csoport vezetői Hajdúné Bilász Ildikó és Hajdú Zsolt, a művészeti vezető Bánszkiné Varga Judit, isaszegi táncok következnek. Thank you.
Thank you.